játszol, én ott vagyok, éneklik lelkesen a Videoton szurkolói. NB1-es bajnoki mérkőzést rendeznek ma este Székesfehérváron, a jegypénztárak mégsem nyitottak ki, zárva vannak, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség a múlt heti Kecskemét elleni mérkőzésen a fehérvári szurkolók szájából állítólag elhangzott Románia szidalmazás miatt elrendelte, hogy zárt kapuk mellett szurkolók nélkül kell rendezni a Videoton Diósgyőr labdarúgó mérkőzést. Sok szurkoló azonban így is kilátogatott a mérkőzésre, ha nem is a mérkőzésre, hiszen nem látnak semmit a pályán történő eseményekből, de a stadionon kívülről buzdítják a csapatot. Most azokkal a szurkolókkal fogunk beszélgetni, akik így is kijöttek ma este a Sóstói stadion mellé. Ön is szitta Romániát? Hogy volt ez a dolog, ami miatt betiltották a pályát? Én nem tudom, ezt meg kell kérdezni a srácoktól, hogy volt. Mi nem ott álltunk, mi egy kicsit a jobb oldalon álltunk a szektorba, de ott nem kiabálta senki. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy butaság az MLS-től. Nem szabadna ilyen üres lelátókat, mert amúgy is kevesen vagyunk. Hát most miért kell kitiltani ezt a pár ezer nézőt? Azokat büntetik, akik még legalább szeretik a futballt. Hát így van, hát pontosan itt vannak ezek a fiatalok, ezek minden meccsen ott vannak, szívvel, lélekkel csinálják a dolgukat, és egy-két ilyen hülye mondatért szerintem felesleges ezt csinálni. Nézitek tovább a meccset idézőjelben? Nagyon keveset látni sajnos. És akkor kitart ez a szép számú közönség szerinted a meccs végéig? Ez meccsen itt lesz mindenki, aki kijött ide. Vidi drukkerek vagytok? Egyértelmű. Hülye kérdés, látom a pólódat. Kecskeméten is voltatok? Voltunk. Románoztatok? Éreztük magunkat. Igazából megmondom össze, hogy én nem emlékszem erre az egész periódusra. Azt mondják a többiek, hogy egy kb. Egy perces dolog volt ez. Én igazából nagyon fel vagyok háborodva, hogy ilyen dolgokért egy egész stadion be lehet zárni, mert ha valami komoly rendbontás van, azt mondja az ember, hogy egye fene. Tehát itt szó nem volt ilyenről, nagyon békés meccs volt, rengeteg családos fehérvári volt. Egész nyár arról szólt, hogy Kisteleki úr minél több nézőt szeretne a stadionokba, hát gondolom ezzel próbálja elérni. Hát. Hogyan szereztek tudomást arról, hogyha változik az eredmény bent a pályán? Hát egyrészt próbáljuk nyomon követni, tehát valamennyire azért látható a mérkőzésnek az egyharmada, illetve... A Vidi gólt rúg, azt innen pont nem lehet látni. De azt látjuk, hogyha a játékosok ide futnak, és bízunk benne, hogy ide futnak ünnepelni azért. És mit lehet tudni a meccsről eddig, hogy állnak a dolgok? Hát az előbb azt mondtuk, hogy nem volt még különösebb helyzet, de hát bízunk benne, hogy ez változni fog, és győzelemmel búcsúzunk a ma estétől. Legyen így, köszönjük szépen! Mit szólsz az a döntéshez? Érthetetlen számomra teljesen. Ez a futball halála, véleményem szerint. Tehát nézők nélküli meccs. Tehát amikor arról beszél az MLS elnök, hogy 5000-es átlagnézőszámot szeretne az NB1-ben, akkor nem üres stadionokat kellene. Tehát büntesse meg a klubot, vagy nem tudom, de ez érthetetlen. És hát arról nem beszélve, hogy nem botrány volt, vagy verekedés. Én nem hiszem, hogy külföldön ezt így rendezik. Mit szól ehhez a döntéshez, hogy innen kintről kell szurkolni? Semmit, mert lassan egész. Ami döntés volt, nem esztél. Ez nem egy döntés, nem esztél, mert 20 éves, régen voltak fönn Újpesten. Hát nem volt senki sem. És ennyi egész, hallod tényleg. Most már lassan fél óra telt el a mérkőzésből, de a Vidi drukkerek fáradhatatlanul szurkolnak a csapatnak, és közben a technikai feltételek is adottak arra, hogy a bent történteket itt kint hallhassák a szurkolók. Igaz, hogy túl harsogják sokszor. Volt már a Videótonnak szép megoldása, vagy gólhelyzet, amit innen látni lehetett? Nem ilyen lehet látni, de semmi sajnos. De azért kitartanak a meccs végéig? Persze, mindenféleképpen. Mennyi lesz az eredmény? 2-0 szerintem. Én nagyon nem tudok hozzászólni, mert én mégis csak a meccset szeretem nézni. És volt... Megyünk annyiba, hogy busztus talán, ami történt ennyi. Szerintem ennél jobb szó nincsen erre a történetre. Hallgatjátok a közvetítést? Persze, mindenképpen hallgatjuk. Egy különleges élmény, mert gondolom ti nem ahhoz a generációhoz tartoztok, akik rádióban hallgatták a meccseket. Nem az. És a
kollégák, a szurkolótársak inkább túl harsogják, túl kiabálják a közvetítést, titeket inkább az érdekel, hogy mi történik a pályán? Hát mindenképpen figyeljük a pályán, mi történik, és szurkolunk mi is ugyanúgy. És most mit gondoltok erről a bizonyos rigmusról, ami ott állítólag elhangzott? Én ott voltam a meccsen, nem szúrt szemet, tehát nem lehetett észrevenni, azt tanúsíthatom, de nyilván valami elhangzott, ha a játékvezető beírta. Most mit gondoltok, hogy nem kellett volna, vagy szigorú a büntetés, vagy mi a szurkolók álláspontja? Értem a kérdést. A lényeg az, hogy Újpesten is megbüntettek minket egy olyan dologért, amit a videófelvételek nem bizonyítottak, de az ellenőr beírta a jelentésébe. Utazik az MLS a csapatra? Véleményem szerint az MLS minden csapatra utazik jelenleg, mert nem csak mi kaptunk büntetést, más csapatok is, de nevetséges ez, amit művelnek. Tehát... Sokan azt mondják, hogy visszájára fog elsülni, hogy tulajdonképpen senki se vette volna észre ott Kecskeméten ezt, de most már, hogy az MLS a büntetéssel felhívta rá a figyelmet, minden pályán folyamatosan ezek a rigmusok fognak elhangzani. Egyébként a szurkoltáborok tartják egymással kapcsolatot, és ennek a kicsúcsosodása az majd a magyar-román úgymond barátságos mérkőzésen fog megtörténni, és nem tudom, hogy Kisteleki úr mit fog csinálni. Bezárja majd a világbajnoki selejtezőre a Népstadiont, vagy mi lesz a terve? Mert ott aztán olyan rigmusok lesznek, hogy... Mi lesz itt ma a meccsen a Diósgyőr ellen? Reményeink szerint, bár most az első fél időben nem sikerült feltörnünk a Diósgyőr védekezését, de reményeink szerint beverünk egy 3-4 gólt, és mindenki boldogan megy majd haza. No, hát 2-0-nál már mindenki elkönyvelte, hogy ezt a meccset hozta a Videóton, és hazai győzelem lesz a vége. Olyannyira, hogy talán maguk a játékosok is elkönyvelték ezt idő előtt, megérezték ezt a vendégjátékosok, és hihetetlen izgalmas utolsó negyed órát produkálva kiegyenlített a Diósgyőr. Már-már elúszni látszott a 3 pontból 2, de aztán, hogy még izgalmasabb legyen és igazi csattanó legyen a végére, mégiscsak hozta a meccset a fehérvári csapat. A 90. percben még 2-2 volt az állás, akkor egyenlített a vendég Diósgyőr, és a 91. vagy talán már a 92. percben sikerült André Alveznek berúgnia a Fehérvár győztes gólját.